1904. november 18-án este a Király Színházban csendült fel először Kacso Pongrácz gyönyörű szerzeménye, a János Vitéz. A Petőfi Sándor elbeszélő költeménye alapján született daljáték verseit Heltai Jenő írta, és már az ős bemutatón óriási sikert aratott. Egymás után 165-ször játszották el. Erre a magyar színházi életben korábban nem volt példa. Alig fél szezon alatt 200 000 néző látta az előadást. A zenés játék kottájából 500 000 szövegéből 1 000 000 példány fogyott el. A mű egyik legismertebb dalát mai műsorunk meglepetés vendége Peller Károly, a Budapesti Operett Színház színművésze nagyszülei emlékének ajánlva énekelte el. Kedves nézőink, ifja Berki Béla cigányprímás és zenekarának produkciójával búcsúzunk mára. Legyen nagyon kellemes vasárnapjuk, viszontlátásra! Thank you.